A gyerekek inkább csúszdán érkeztek a hűsítő vízbe, a felnőttek pedig az árnyékoló alatt húzták meg magukat és ejtőztek a meleg vízben. A Sódró folyosóban is sokan úsztak, miközben a parton zajlottak a programok. Nagyon örülünk, nem tudtuk, hogy lesz családi nap, de nagyon örülünk, látjuk, hogy készülődés van. Milyen jövő egy akaróhásnál, tervezek segédnek. Kígyózó sor állt a lufi hajtogató előtt a bonyháni strandon. Volt, aki képes volt akár egy teljes órát is a tűző napon 35 fokban türelmesen várakozni, csak hogy kedvenc mesefiguráját, vagy éppen egy kardot megkaphasson légkörm formájában. Egy kardot. Miért pont az? Azért, mert az fiús. Még nagyon élvezem a trambulint, meg a légvárat. Légvárat is? És az és a medencéket. A családi napnak ez volt az egyik fő attrakciója, ami hatalmas sikert aratott a gyermekek körében. Anita, a lufi hajtogató azt mondja, van, amikor a gyermekek konkrét elképzelésekkel érkeznek hozzá, és ő igyekszik megvalósítani a legelképesztőbb ötleteket is. Optimus fővezér. Csak komolyan. Ja, ugyan konkrét elképzelés. Uniform is szent. Két gyermekével érkezett a családi napra Knap Imola. Azt mondja, minden nyári szórakozási lehetőséget igyekeznek kihasználni. Nagyon szeretjük, minden évben itt vagyunk, mivel párom hangosítja a rendezvényeket, és így legalább a kicsiket is egy kicsit be tudjuk vonni. Mi úgy eldetszünk, mert az egészet a fürdés nagyon, mivel nagyon meleg van, és ez a lufi hajtogatás is egy nagyon-nagyon jó dolog. A családi napon nem csak lufikat kaptak ingyen a gyerekek, hanem térítésmentesen lehetett játszani, ugrálni a trambulinban és a légvárban is. Ezt használta ki a 10 éves Hollandiából bonyhádi rokonaihoz érkező Elena is, aki bár törte az angolt, azt azért elárulta, mennyire élvezi a bonyhádi fürdő programjait. I can in the pool, flip. Nagyon színes és változatos a bonyhádi termálfürdő kínálata, de ez nem csak a mostani hétvégére igaz, hanem a nyár egészére. Nagyon sok programon túl vagyunk már, és a mostani hétvégét azért mondom így, hiszen szombaton, tehát augusztus 17-én egy fényszínház előadással vártunk ide mindenkit, ugye, amit a korábbi rossz időjárás miatt kellett pótolni, de örömmel tettük, és egyébként ezt nem csak mi, hanem a fürdőző vendégek pozitív visszajelzése is igazolta, hogy érdemes volt bepótolni, hiszen sokan voltak tegnap este itt a medencében, és a Csömör Hermináéknak köszönhetően, a Fényszínház produkciónak köszönhetően idén is egy kiváló előadást láthattak a vendégek. Elsősorban most gyermek előadást kértünk tőlük, és ez így is történt. Ma pedig egy családi délutánnak lehetnek részesei, akik hozzánk látogatnak, amely már délután 3 órától vette kezdetét. A bonyhádi fürdőben nem csak ezen a napon érkeztek sokan megmártózni a vízbe és igénybe venni az extra szolgáltatásokat, hanem más napokon is szép számmal látogattak ki a strand szerelmesei. Olyannyira, hogy idén minden rekordot megdönt a látogatók száma.